Zseniális. Hát sziasztok! Itt a vasárnap estén én irgalmatlan fáradt vagyok, mert valahogy nagyon korán kellett kelnem. Ki az, aki a böjtöt tolta 3 hétig? Nagyon kevesen vagytok. Sziasztok! Ti is toltátok? És most már ettetek? Ettél már valamit ma? Na, akkor meg volt az élvezet része. Nos, itt a vasárnap estén ma az Into Worship lesz, és Ceglédi Szilárd, úgyhogy fogadjuk nagy tapsal a Simonékat, ahogy vezetnek minket a dicsőítésben. Krisztus Úr, Jézus Krisztus Úr, népünk fölött. Jézus Krisztus Úr, Jézus Krisztus Úr, Jézus Krisztus Úr, Jézus Krisztus Úr, népünk fölött. Királyi trón és uralom, dicséret áll. Illeti az egyedül méltó, mert ő a győztes szabadító. Jézus Krisztus Úr, 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 népünk fölött. Jézus Krisztus Úr, Jézus Krisztus Úr, Jézus Krisztus Úr, Jézus Krisztus Úr, népünk fölött. Királyi trón és uralom, dicséret áldására, mind őt illeti, az egyedül méltó, mert ő a győztes szabadító. Királyi trón és uralom, dicséret áldására, mind őt illeti, az egyedül méltó, mert ő a győztes szabadító. Halleluja, ő az Úr, halleluja, ő az Úr, halleluja, ő az Úr. Halleluja, ő az Úr, halleluja, ő az Úr, halleluja, ő az Úr. Halleluja, ő az Úr, halleluja, ő az Úr, halleluja, ő az Úr. Halleluja, ő az Úr, halleluja, ő az Úr, halleluja, ő az Úr. Királyi trón, királyi trón és uralom, dicséret áldás hála, mind őt illeti, az egyedül méltó, mert ő a győztes szabadító. Királyi trón és uralom, dicséret áldás hála, mind őt illeti,
szabadító. Nem akarsz félszívű,
követő lényem tiéd. Őj légy karomra tett örök pecsét a szíved. Szerelmet, oly erő, szenvedélyed mély a káros ég. Kerek tenger nem oldhatja el. Nem akarsz fél szívű követő. Nem akarom azt az érzést, mint a távol lenni, mikor te rád nézel, mikor dicsőjük te. Nem akarom azt az érzést, mint a távol lenni, mikor te rád nézel, mikor dicsőjük te. Nem akarom azt yeah.
közel a nap, mit vár a világ mindenség. Az igazság győz, teremtés is megújó. Egy villanás, és meglátjuk őt felhőben. Asszonyáért visszatér a vőlegény. Ürt hangja zeng, és aki övé feltámad. Örökké gonosz nem pusztít többé. Megváltott test, halhatatlanságba öltözi. Harcnak vége, halál tenyelte az élet. Thank you.
dicsősége ránk ragyó, hasonlóvá válunk hozzá, szent jelenléte velünk lesz örökké. Thank you.
A fény, végy birtokodba teljesen, Uram, a szívem feléd, kinyújtja kezét, hogy átöleljen teljesen. Örök fényed az időben nem múlik el, yeah.
férje lelke. Tündöklő király, fénye ragyog rám, hadd örvendjen a föld, örvendjen a föld. Ő fényben lakozik, a sötét eltűnik, hangjára megremeg, szól az megremeg. Mi nagy vagy, Úrunk, énekeljük, nagy vagy, Úrunk, mind meglátjuk, nagy. Mi nagy vagy, Úrunk. Örök teremtő,
szent lelked által fogant a szűzben, ó, megváltó Jézus. Hiszek Istenben, Atyánkban, Fiában, Krisztusban, hiszek az ő szent lelkében, a szent háromságban, hiszek a feltámadásban, halálból életre, benned hiszek, áldlak téged, közben járunk, keresztván szenvedtél, hogy bűneink elvett. Harmadnap feltámadtál, mennyei trónon ülsz, örök dicsőségbe. Hiszek Istenben, Atyánkban, Fiában, az ő szent lelkében, szent háromságban, hiszek a feltámadásban, halálból életre, benned hiszek, áldlak téged, Jézus. Nincs más út, és nélkül azt, hogy örökké élünk, hogy itt élni visszajössz. Hiszem azt, hogy az egyházban van egység a szentek közt. Hiszek a feltámadásban, mikor újra eljössz majd, benned hiszek, áldlak téged. Fiában, Krisztusban, hiszek az ő szent lelkében, szent háromságban, hiszek a feltámadásban, halálból életre, benned hiszek, áldlak téged, Jézus. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name. Jézus, térdet hajtunk,
Vajó, te vagy a király, aki itt vagy most közöttünk. Áldunk mind dicsőség urát, és ahogy trón állítunk neked, és ahogy trón, és ahogy vagy a király, aki itt vagy most közöttünk. Áldunk mind dicsőség urán, és ahogy trón állítunk neked, és ahogy trón neked, és ahogy trón állítunk neked, jöjj Úr Jézus, foglalj helyet. És ahogy trón, és ahogy trón állítunk neked, és ahogy trón állítunk neked, és ahogy trón állítunk neked, jöjj Úr Jézus, foglalj helyet. Jöjj Úr Jézus, foglalj helyet. Jöjj Úr Jézus, foglalj helyet. Tényleg, csak ahogy így itt vagyunk, az, ami vágyunk, az, ami vágyunk a szívünkben, hogy foglalj helyet ott bent, foglalj helyet belül. Kélek, Uram, hogy csak te légy a központban mindig. Kélek, Uram, hogy segíts a te utadon járni. Köszönjük, Uram, azt, hogy bármi is történik, te fogod a mi kezünket, hogy elbukunk, te akkor is ott vagy és felemelsz. Köszönöm, Uram, azt, hogy te vagy a jó pásztorunk. És Uram, tényleg, ahogy most csak itt vagyunk, megnyitjuk a mi szívünket is, és várunk arra, hogy szólj hozzánk, hogy taníts újat, hogy tanácsolj, hogy tényleg csak így hadd tudjuk megtenni azt, amit te akarsz. Kélek, Uram, hogy szólj a mi szívünkhöz ma. Amen. Adjunk egy nagy tapsot a Zintú versétnek. Üdvözlöm azokat, akik beestek a dicsőítés alatt, illetve azokat, akik az internet előtt ülnek. Is there anyone who need English translation? Please raise your hand. We cannot provide tonight a system because it's not working, so I really appreciate if you, Gabi, where are you? It will be good if we, Gabi, sit in, nem tudok angolul. It will, again, next, sit next to you and say something in your ear. Hú, ez az, amúgy a Gabi volt nekem az angol tanárom, és... Na jó, vicce, nem tényleg ő volt, de a középfokú megvan, na mindegy. Nem látszik. Az, hogy nem kell használnom az angolt, tehát, hogy... Ez egy ilyen, de a filmeket angolul értek, vagy nézek, úgyhogy értem, de beszélni nem tudom. Mit akartam, hogy akik megjöttek, közöttetek van, aki böjtölt a 3 hét alatt, valamennyi időre? Te Bálint, én pénteken volt nálam egy kisebb összejövetel,
És a családban én vagyok talán az egyetlen, aki nem tud főzni, és főzni kellett, mert nem volt senki, aki beállt volna mellém, és a főzés azzal jár, hogy kiszámolod, hogy körülbelül hány ember jön, és arra hány fős kaja kell. És olyan szinten meg lehet szívni böjt alatt ezt, amit, tehát hogy a fele nem fogyott el. És ma is, meg holnap is tésztasalátát fogok reggelizni, ebédelni és vacsorázni, hogy elfogjon. Úgyhogy ez csak egy tanulság jelleggel, hogy a böjt alatt van egy csomó ember, aki eljön, de nem eszik. Mit akartam még mondani nektek? Hogyha van valaki, aki szeretne szolgálni a vasárnap este alatt, akkor most megújul a kávézó, és abban nyugodtan bele lehet csatlakozni. Hogyha szeretnéd ezt, vagy szeretnél ebbe becsatlakozni, akkor gyere ide majd hozzám a végén, és majd én felírom az elérhetőségeidet, és odaadom annak a személynek, akinek kell. Most pedig a Sisi fog tanítani. Ő ma evett 3 hét után először. Amúgy hátul itt össze van szorítva, hogy... Jó estét, sziasztok! Imádkozzunk! Édesatyám, köszönöm, hogy te vagy az élő Isten. És hogy nagyon-nagyon szeretsz minket. Hogy te úgy nézel ránk, Uram, ahogyan te megálmodtál minket. És kérünk, hogy ma is a te beszédedben hadd kapjunk bátorítást. Hadd tudjunk újra felerősödni, és ha tudjuk az életet élvezni, hogy te vagy nekünk, és minden nap egy csoda lehet. Kérlek, hogy áld meg ma a közösségünket, és te szólj hozzánk. Jézus nevében, amen. Amen. A mai nap címe, az estének a címe, az lehetne filmcím is, és igazából nem tudom, miért nem csináltak még ilyen filmet, vagy ha igen, akkor lehet, hogy én nem láttam. Az pedig az, hogy soha ne becsüld le egy bajnok szívét. Van ilyen film? Nincs? Tud valaki erről, hogy ilyen filmet csináltak valaha a történelemben? Senki? Akkor legyen ez egy alapja, jó? Egy forgatókönyvet eladjuk. És az elmúlt hetekben több olyan esemény is történt, ami nagyon felerősítette bennem azt, hogy egy bajnokot a szívet tesz bajnokká. És hogy ezt soha nem szabad lebecsülni. Ki ez, aki szereti az amerikai futballt? Most én nem emelem fel a kezem, mert én csak kicsit, jó? Tehát tanulom csak. Tehát amatőr, lelkes amatőr vagyok. És ezt tegnap megosztottam, de csak a címe miatt fogom újra elmondani. Amúgy a mai történet teljesen más sportág lesz. De az amerikai futball volt az iklet. Ugyanis a tavalyi futball... Ki az, aki tudja, hogy ki nyerte tavaly az amerikai futball bajnokságot? Igen, Super Bowl-t. Ketten, vagy te már tudod, egy Seattle Seahawks. Így van? Természetesen. Tudom. És képzeljétek el, hogy idén nagyon béna volt a Seattle. De olyan béna volt, hogy a szezon felénél úgy nézett ki, hogy ilyen utolsó gyenge csapat, nem jutnak be a rájátszásba. És megkérdeztem az urat, néha extrém kérdésekkel is be lehet menni az úr elé. Megkérdeztem az urat, hogy miért ilyen bénák? Nem, mintha értenék a futballhoz, tehát tisztázzuk. Tehát nem tudom, mi a különbség a tight end meg a center között. Azt tudom, hogy egy vonalban állnak. De a lényeg az, hogy megkérdeztem, hogy miért ilyen bénák ezek, akik bajnokok voltak tavaly. És az úr azt mondta, hogy soha ne értékeld le egy bajnok szívét. És képzeljétek el, onnantól kezdve minden hétvégén néztem azt, hogy mit játszottak. És tudjátok, mit játszottak? Mindig nyertek. Hát mondom, te, tényleg, ez működik. Biztos az edző a szünetben ezt mondta nekik, mert valami megváltozott. Az addigi béna csapat elkezdett nyerni. És minden meccset megnyert, és a jövő hétvégén hajnal 1 órától Arizonába élőbe játszik a Super Bowl-ér újra, a Seattle. Mert a bajnokot a szíve teszi a bajnokká. Amit viszont a mai történetben szeretnék elétek tárni. Egy olyan emberről szól, akit 2 héttel ezelőttről még nem tudtam volna idézni, mert azt se tudtam, hogy ilyen névvel él ember. Tehát még a névrokonát sem ismertem, nem hogy őt. Tehát teljesen zsírúj hapsika. És az a jó az életben, hogy minden nap tartogathat olyan meglepetést. Hallhatsz olyan emberekről, vagy találkozhatsz olyan emberekkel, akik motiválnak téged.
akiknek az életéből te meríthetsz, akiknek az élete egy olyan virág, aminek jó illata lehet. És ez az ember, ez Jim Valvano. Van, aki hallott már róla? Jim Valvano. Akkor mondhatok bármit, de az igazat mondom, jó? Szóval ma az internet világában nem árt, hogyha pontosan mondod, mert mindenki leellenőriz. Ez egy olasz bevándorlók gyermeke volt, és elég fiatalon eldöntötte azt, hogy ő kosárlabda edző lesz. Most ez a veszély engem nem fenyeget. Tehát ha már... Még edző sem, nem vagy játékos. Képzeljétek el, és olyan 21-22 éves volt, amikor ő eldöntötte, hogy ő már pedig elkezdi az ő hivatását. És ilyen 17 éves gyerekeket kezdett el edzeni. És ahogy elkezdte a munkáját, ő olvasta az akkor egyik legnagyobb edzőlegendának, a Vince Lombardinak a könyvét, akiről amúgy elnevezték a Super Bowl trófeát. Ez egy nagyon híres edző volt, a Green Bay Packersnek volt az edzője is. Amerikában mindenki tudja, hogy ez kicsoda ez az ember. És ennek a drága úriembernek a könyvében volt egy nagyon nagy sztori, ami arról szólt, hogy hogyan ment be a szünetbe, és hogyan motiválta az ő csapatát. Így. És képzeljétek el, hogy arról szólt a történet, hogy hosszú ideig nem ment be, az egész csapat várta, hogy végre bejöjjön. Mikor benyitotta az ajtót, szép elegáns mozdulatokkal bement, és a következőt mondta a csapatnak: uraim, ebben az évben sikeresek leszünk. Akkor, ha három dologra figyelünk. A családunkra, a vallásunkra, és a Green Bay Packersre. És mindenki, igen! És kimentek, és szuper csapat lett, és nyertek. Na, azt mondta ez a drága Jim Valvano, aki ezt idézte, ezt a könyvet, hogy ez milyen jó lesz. Hogy bemegyek én is a csapathoz, a szünetbe, és elmondom azt, hogy család, vallás, és az ő csapat egy középiskolai csapat volt, nevezzük Rocketsnak. És képzeljétek el, hogy ahogy be akart menni, nem tudta kinyitni a kilincset. Így bement, és így mozgott a kezem, mert bevágta a kezét. És annyira ideges volt, hogy elfejtette azt, hogy melyik csapatban dolgozik. És az idézetet úgy mondta el, ahogy olvasta. És ez körülbelül olyan, mintha mi itt lennénk, és én meg azt mondom, hogy akkor a család, akkor a vallás, és akkor azt mondom, Szeged Estő. Tehát senkinek semmi kapcsolódása nincs hozzá. És ugyanúgy ültek olyk is, mint hogy ti ültek itt. És azt mondom, hát jó, Green Bay, nem tudom, mit kell ezzel érteni. A lényeg az, hogy kimentek, 52 ponttal kikaptak. És akkor ez az edző azt mondta, hogy hát nem biztos, hogy ez annyira jó motiváció volt. De nem adta föl. És ő hitte azt, hogy ő jó edző lesz. És ma egy történelmi személyiség. Véghez vitt egy olyan dolgot, amit a Sport Illustrated magazin a 20. század legnagyobb kosárlabda eseményeként tart számon. Megcsinálta azt, ami miatt ma előhoztam, mint példát. És amiből hiszem, hogy rengeteg mindent tudunk tanulni, és amit utána az est későbbi folyamán át is fogunk ültetni mindabba, ami Jézus Krisztus, az ő tanítványai, és mi ránk jelent. Ez az edző, ez mindig hitt az álmaiban. Ugyanis ezt tanult az apjától. Az ő apja az nem hagyta New Yorkot. Ott élt. New Yorkban ott van minden, úgyhogy nem kellett elmennie sehová. De amikor elkezdett edzősködni az ő fia, akkor minden évben megbeszélték, hogy az országos egyetemi bajnoki döntőre az apja el fogja kísérni a fiút. És fölvitte a hálószobájába az ő fiát, és megmutatta az ágya mellett a bőröndöt. És azt mondta, be van pakolva, hogyha te a döntőben leszel, én ott leszek. És minden évben be volt pakolva a bőrönd, amikor elkezdődött a bajnokság. Mert az apja az hit benne. Hit benne akkor, amikor 52 pontot kikaptak. Hit benne akkor, amikor éveken próbálkozott, és semmi nem sikerült. És amikor meghalt az apja, akkor ez a drága úriember azt mondta, hogy a legnagyobb dolog, amit az apámtól kaptam, a legfontosabb ajándék, ami az ő személye volt nekem, hogy ő hitt bennem. Mindig. Akkor is, amikor még én se hittem magamban. És eljött ez a nap. És erről egy nagyon fontos fényképet be is mutatott ez az úriember, amikor az egyetemi bajnoki döntőbe megérkezett a fater,
és ott volt a bőröngye. És ez az emberke, ez nem csak úgy szürke álomba hitt, hanem olyat, mint csinált, hogy minden évben a csapatával volt egy olyan edzés, amikor a kosárlabda gyűrűn a hálót levágták. Azt mindig a bajnoki csapat vághatja le, és az a gyereke, hogy ők hazaviszik a zsákot. És az összes játékosnak mondta, hogy most kimegyünk edzeni, és az edzés az volt a bajnokság elején, hogy levágták a hálót. És azt mondja, ezt fogjuk csinálni, amikor megnyerjük a bajnokságot. És teljes mértékig esélytelnek voltak, és mindig kikaptak. Míg nem eljött 1983, jó régi a sztori, de még igaz. Vannak korabeli videófelvételek, a minőségért nem várok garanciát, de az élmény óriási, úgyhogy üssétek be, hogy 1983 amerikai kosárlabda bajnokság döntője. Az a csapat, aminek ő az edzője volt, ez a North Carolina volt. És azt mondta ez az edző, hogy soha senki semmit nem vitt végbe olyat, ami nagy dolog, lelkesedés nélkül. Ő lelkesítette a csapatát. Ő bátorította őket, ő hitt bennük. Azt mondta, Isten nagyon-nagyon szereti a közönséges, hétköznapi embereket. Azért teremtett bennük ennyit. De ő ezekkel a közönséges, hétköznapi emberekkel minden nap csodát tud tenni. És ott voltak ezek a játékosok, akikről senki nem tudta, hogy élnek. Komolyan mondom, olyan volt a mérlegük, hogy mínuszba voltak, mint minden évben, és egyszer csak elkezdték elhinni, amit az edzőjük mondott nekik. Később beszámoltak arról, hogy annyit mondta, és úgy mondta, hogy kezdtük elhinni. Hogy kezdtük el, meg tudjuk csinálni, hogy mi lehetünk bajnokok. És annyira gyenge volt a mérlegük, hogy onnantól kezdve már minden meccset meg kellett nyerni ahhoz, hogy bejussanak az országos rájátszásba. És úgy nyerték meg a meccseket, hogy ilyen utolsó másodperces győzelmekkel. De nem egyet, összesen 9 meccset nyertek így. És ami érdekessé teszi, hogy az 1983-as egyetemi ligában Michael Jordan is egyetemista volt. Ezek a játékosok megverték azt a csapatot, ahol a Michael Jordan játszott. Mert csapatként jók voltak. Ezek a játékosok egyszerűen azt mondták az edzőről, Jim Valvanóról, hogy olyan volt, mintha egy új életünk lett volna. Olyan volt, mintha kaptunk volna egy esélyt, hogy újra éljünk. És bátorított őket, hogy élvezzétek a jelent. Élvezzétek azt, hogy ez rólatok szól. Élvezzétek azt, hogy meg tudjátok csinálni. És egyre inkább örüljetek a mának. Egyre inkább örüljetek annak, hogy most már kezdik ismerni a neveteket. Most már mindenki figyeli, hogy még megint nyernek, még megint nyernek, még megint nyernek. És eljutottak a nagy döntőig. És a történet itt egy kicsit érdekes. Eddig unalmas a sztori? Jó, szóljál, akkor levágom. De a lényeg az, hogy a döntőbe eljutottak, és a döntőnek a másik csapata az világsztárokkal volt tele. Drexler, Olajuwon és a többi. A maga idejében mindegyik NBA sztár volt több mint 10 évig. És senki nem volt kíváncsi az ő csapatukra, hanem mindenki a másik csapatot figyelte, hogy az milyen jó. És azt mondta ez a Jim Valvano. A saját anyám az ellenfélre fogadott. Pedig ő nagyon szeret engem, egy olasz anya. Nagyon szeret. Azt mondja, én vagyok a kedvence, a második gyerek, én vagyok a kedvence. Ő azt mondta, 8 ponttal megver minket a Houston. Senki nem hitt bennünk. Nem volt olyan ember a környezetükben, aki azt mondta volna, hogy nektek akár csak egy picike esélyetek van arra, hogy bajnokok legyetek. Senki nem volt. De ők már belül tudták, hogy már nem kell figyelni arra, amit a környezet mond. Nem kell figyelni arra, amit a média mond. Nem kell figyelni semmire, csak az edzőre. Mert a változás az volt az ő életükben, hogy elkezdték elhinni azt, amit az edző mond. És eljutottak a döntőbe. És a döntőbe, az utolsó másodpercben egy kosárral megnyerték a döntőt. És ami utána történt, az Hollywood. Az edző az elkezdett szaladni. És azt mondja, hogy tudta, hogy 50 millió ember nézi, mondták neki, hogy ezt 50 millió nézik, úristen, mindenki engem fog, szép lassan, slow motion volt. És volt egy játékosa, akinek eltörött a lába. És aki az olyan állapotba került, hogy azt mondták, hogy soha többé nem játszhat. De csoda történt vele, és visszajött a csapatba, és
elkezdett újra része lenni a győzelmeknek, és minden egyes győzelem után átülelte az edzőt, és fölemelte. Mert annyira örült. És képzeljétek el, elmondta ez a drága úriember, azt mondta, hogy és a döntőben kerestem, hogy hol az ember. Hogy 50 millió ember néz minket, és akkor újra megcsináljuk ezt a nagy átülelést, és más tölelgetett. Úgyhogy beszélt a pályára, és így nézett körbe. Óriási volt. És levágták a gyűrűt. És az álom valóság lett. És ez az ember nagyon bátorította azokat, akik között élt. Nagyon bátorította azokat, akik elhitték, amit mondott. És sajnos rákos lett. És nagyon fiatalon meg is halt. 10 évvel később, 1993-ban volt egy gálaest, ahol meghívták őt, hogy kitüntessék valami nagy díjjal. És már alig bírt menni, és fölsegítették a pódiumra. És tudta azt, hogy valószínűleg az az utolsó nyilvános beszéde. És amit ott mondott, az nagyon-nagyon sok embert motivált egy újfajta életre. Azt mondta, hogy az én testem már alig működik. Nagyon le vagyok korlátozva. De a szívemet, az elmémet és a lelkemet nem érintheti a rák. És szükségünk van rátok, hogy új gyógyszereket találjunk ki. És lehet, hogy ez már nem segít rajtam, de segít majd a fiamnak, vagy segít annak, akiket ti szerettek. És létrehozok egy alapítványt, a Jim Valvano alapítványt, hogy a rákkutatásra gyógyszereket fejleszünk. Ez az egy beszéde, és ez egy alapítvány gondolata, több mint 100 millió dollárt gyűjtött össze, hogy a rákkutatást fejlessze. Mert volt egy ember, aki tudta, hogy a bajnokokat a szíve teszi bajnokká, és ő volt az, aki előlát, és a környezetét motiválta, hogy másképp gondolkozzanak, és másképp éljenek. Na, ennyi volt a sztori, jó? És akkor most ezt átütemezzük egy kicsit az igébe. Ugyanis Jézus Krisztus egészen hasonló dolgokat mondott mindazoknak, akik közeltek hozzá. Ő is közönséges, hétköznapi, egyszerű emberekkel osztotta meg mindazt, ami a szívében van, hogy ők, ha ezt elhiszik, másképp éljenek. És az a drága úriember, akire ma szeretném, hogy fókuszáljunk, ez Péter volt, aki egy egyszerű halász volt. Az ige azt írja róla, hogy alig tudott írni és olvasni. Tényleg egyszerű ember volt. És Jézus odament hozzá, és azt mondta, hogy Simon, én úgy látlak téged, mint egy kősziklát. Én úgy látlak téged, mint egy igazi kincset. És rajtad keresztül én egy csodálatos munkát fogok elvégezni. Én téged Péternek látlak. És te vagy az, akin keresztül én fölépítem az én egyházamat. És te vagy az, akinek olyan hatalma lesz, hogy a pokol kapuja sem tudják ezt az egyházat tönkretenni, és a mennynek a kulcsait neked adom. És amit megnyitsz, az nyitva lesz, és amit bezársz, az belezárva. Egy hétköznapi embernek ezt mondta. Annak az embernek soha senki nem mondott hasonlót sem. És a messiás azt mondta neki, hogy te egy bajnok vagy. Te egy hős vagy. Te egy ember vagy, aki csodákat tud véghez vinni. És motiválta Pétert, és bátorította is. És Péter elhitte ezt. Elhitte, hogy ő lehet más, mint amit ő gondolt magáról, vagy amit a környezete gondolt róla. És ebben erősödött. Ez volt az, ami az ő identitását injekciózta. Mint hogyha kétfajta vírus lett volna benne. Az egyik azt mondja, hogy senki vagy, béna vagy, kevés vagy. A másik meg azt mondta volna, hogy elég vagy, jó vagy, hős vagy. És hogy erre figyelt, ez kezdte kiszorítani másikat. És van egy nagyon híres rész a Bibliában. Amikor is valami olyasmi történik, amire nem is gondolnánk. Ha nem lenne benne, eszünkbe se jutna. Ugyanis, amikor ott voltak a csónakban, és Jézus ott állt a csónak mellett, és mondta, hogy ne féljetek, én vagyok, akkor Péter megszólítja azt, hogy ha te vagy az, akkor szólj a viharnak, és akkor én kimegyek hozzád a vizen. És Jézus azt mondta, hogy jöjj.
gyere. És Péter kiszállt a csónakból, és járt a vizen. És hogy ránézett Jézusra, egyszerűen csak csodák történtek vele. Természet fölötti volt, ami történt vele. És mindaddig természet fölötti volt az élete, amíg nem engedte, hogy a körülményei, a mások véleménye befolyásolja azt, hogy ő kicsoda, és milyen kapcsolatban van Jézussal. De a történet nem az, hogy elkezdett süllyedni. A történet nem arról szól, hogy hány lépést tett, és utána ennek vége lett. Hanem a történet arról szól, hogy azonnal, ahogy elkezdett süllyedni, azt érezi, hogy azonnal oda nyúlt az Úr, és fölemelte. És a kegyelem az ilyen, hogy azonnal reagál az Úr. Hogy nem mi tudunk kapálózni, hogy mégiscsak járunk a vizem, hogy elkezdünk süllyedni, és az, hogy hú, várja, mit kéne csinálnom, hogy újra járjak a vizem. Semmit nem tudsz csinálni, hogy járja a vizem, én mondom, a lábtempód mindegy, milyen jó. De az Úr pedig azt mondja, hogy hopp, kihúzlak, és itt leszel velem. Én azt gondolom, a világ legjobb edzője az Jézus Krisztus volt. És Péter nem magában bízott, hanem abban, hogy az Úr jó hozzá. Az ő szavában bízott, és abban, hogy amit ő mond, az fontosabb, mint bárki másnak a véleménye. A Lukács evangéliumának a 18. fejezetében találkozunk egy úriemberrel, aki viszont magában bízott. A saját cselekedeteiben. Abban bízott, hogy ő elég jó ahhoz, hogy megfeleljen egy olyan standardnek, ami Isten előtt őt alkalmassá teszi. Hogy ő méltó arra, hogy megjutalmazzák. Hogy ő méltó arra, hogy azt mondják, hogy te vagy a király. És ez a gazdag ifjú. Ha Lukács evangélium a 18. fejezetében velem jöttök, akkor szeretnék egy rövid részt fel is olvasni. És a következő. Akkor egy előkelő ember megkérdezte tőle, jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus ezt válaszolta neki. Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, egyedül csak az Isten. A parancsolatokat tudod. Ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, tiszteld apádat és anyádat. Ő pedig így szólt. Ezt mind megtartottam ifjúságomtól fogva. Amikor Jézus ezt hallotta, így szólt hozzá. Még egy fogyatkozás van benned. Add el minden vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj, és kövess engem. Az pedig, mikor ezt meghallotta, nagyon elszomorodott, mert igen gazdag volt. Jézus ezt látva így szólt, milyen nehezen mennek be az Isten országába azok, akiknek vagyonuk van. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Akik pedig ezt hallották, megkérdezték, akkor ki üdvözülhet? Ő így felelt, ami lehetetlen az embernek, az Istennek lehetséges. Itt van egy gazdag fiú, egy ifjú, aki ifjúsága kora óta, a saját szavai szerint, megtartotta azokat a parancsolatokat, amik arra vonatkoztak, hogy ne ölj, ne lopj, ne paráználkodj, hogy ne tanulj hamisan, és mindezeket a dolgokat, amiket a törvény leírt. Ő a saját cselekedeteit vitte Jézus elé, és azt mondta, hogy én kiváló ember vagyok, nagyon jó vagyok. A környezetem is tudja, hogy én a jó fiú vagyok. Mit tegyek, hogy üdvözüljek? És Jézus tudta, hogy ő magában bízik. Tudta, hogy ő a törvénynek a cselekedetei megtartásán keresztül szeretne eredményeket elérni. Akár az örök életet, akár másfajta isteni áldásokat. És Jézus azt mondja erre, hogy ez mind jó, egy kicsi még kéne hozzá. Tudjátok, amikor mi a cselekedeteinken keresztül akarunk igazzá válni, akkor mindig van egy kicsi, amit még hozzá kéne tenni. Mindig az a feeling jön ezzel, hogy jó, 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 de nem elég. Nagyon jó, már majdnem elég, de még mindig nem elég. Még egy kicsi kell hozzá, hogy jól érezd magad. Még egy kicsi kellett volna, hogy célba érjen. Soha nem leszünk, ahogy az ifjú, úgy mi sem. Elegek arra nézve, hogy a saját cselekedeteink szerint igazolhassuk magunkat. És ez az ifjú, ez megszomorodott.
mert neki a pénze volt a minden. És amikor azt mondta, hogy osszad szét a vagyonodat, és utána kövessél engem, akkor azt mondta, hogy ezt nem tudom megtenni. Ez az, ami számomra nem járható. Tudjátok, a következő fejezet, a 19. fejezet, ennek a résznek a folytatásaképpen pont szembeállít egy másik embert, aki a kegyelem szerint fog majd találkozni Jézussal. És az az ember, aki a Lukács 19-ben elénk jön, az nem volt jó fiú. Az nem mondta el magáról, hogy gyermekkorom óta, ifjúságom óta megtartottam mindazt, ami le van írva a törvénybe. A környezete azt mondta róla, hogy ő utolsó senki, egy bűnös, egy rabló. Neki esélye sincsen semmire. Ez az úriember, ez a Zákeus névre hallgatott, aki egy alacsony vámszedő volt, aki fölmászott a fára, hogy nézze Jézust, amikor arra megy. Akiről mindenki tudta, hogy egy vele égromlott gonosz ember. Csak rabolt, lopott, csalt, paráználkodott, nem tisztelt senkit, és csak a pénz számított neki. És ez az ember a szívében tudta, hogy neki nincs esélye. De fölnézett, és azt mondta, hogy lenézett, és azt mondta, hogy itt vagyok. És Jézus észrevette, és azt mondta, hogy nekem ma nálad kell vacsoráznom. Szállj le gyorsan. És hogy leszállt a fáról, elmentek. És Jézus, amikor őt követte, az egész közeg, mindenki azt mondta, hogy ez bűnös. Hogy lehet, hogy egy bűnöshöz megy? Hogy lehet, hogy Jézus ezzel fog vacsorázni? És amikor bementek a házba, ott ő nem mondott semmit ennek a Zákeusnak. Nem mondta, hogy még egy kicsi hiányzik. Hogy neked kéne még valamit tenni, hogy üdvözüljél. Egyszerűen csak annyit tett, hogy ott volt. És tudta az Zákeus, hogy ő nem igaz ember. Nem tudta magát igazolni a cselekedetei által. Nem tudott semmi jót sem bemutatni. Egyszerűen a szükségeit hozta elé. És Jézus pedig biztosította az elfogadására. És ez a kapcsolat, ez teljesen átváltoztatta az Zákeust. Belülről végbe ment az az állapot, ami az embereknek lehetetlen, de Istennek lehetséges. Az az állapot, ami az elfogadása az Isten feltétel nélküli szeretetének. És Zákeus ott helyreállt. Végbe ment az ő életében az a teljes reformáció, hogy most már egészen új ember lett. Nem külső nyomások miatt. Nem azért, mert hogy próbálta nagyon betartani azokat a rendszereket, amik igazolhatták volna, hogy ő jó ember. Azért, mert ott volt Jézus, és Jézus szavait elfogadta. És ő utána egy bajnok lett. A szív bajnoka lett. Mert bement, és azt mondta, amikor bejött, hogy ez, ami itt van kincsem, ez már nem kincs többé. A kincs az, aki ott van, és aki engem megújított. És kiment, és azt mondta Jézus előtt a többieknek, hogy a vagyonom felét szétosztom a szegényeknek. És mindazt, amit loptam, csaltam, zsaroltam. És bárki ezt jelzi felém, annak négyszeres pénzt adok vissza. Senki nem kérte, hogy ezt tegye. Senki nem mondta, hogy valamit kell tenni, de a szívében ott volt, hogy már szabad vagyok ettől. És gáláns lehet. Mert aki megismeri azt, hogy Jézusban micsoda ajándék van, az onnantól kezdve már nagyvonalú tud lenni. És az identitás a Zákeusnak már Jézusban volt. És ez az egész környezete számára egy csoda volt. Nem érdekelte már többé, hogy mit mondanak róla. Nem érdekelte többé, hogy őt bűnösnek tartják, vagy nem. Tudta, hogy ő igaz ember. És tudta, hogy most már ő egy egészen újfajta kapcsolatban van Jézussal. És azt mondja a 19. fejezetnek a vége, ennek a történetnek a vége, a 9. vers, sőt, már a 8. is felolvasom. Zákeus pedig előállt, és ezt mondta az Úrnak, Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki. Jézus így felelt neki. Ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia, mert az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Szóval ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. És az Ábrahám
szövetsége az 400 évvel megelőzte a mózesi szövetséget. És Ábrahám szövetsége a hit szövetsége volt. A mózesi szövetség pedig a törvény szövetsége. És Jézus nem azt mondta, hogy ennek az embernek a törvény szövetségé által lett üdvössége, hanem azt mondta, hogy ő is Ábrahám fia lett, mert a szívébe elhitte az én beszédemet. Elhitte azt, hogy én vagyok az, aki mindent másképp gondol, mindent másképp tesz, mindent másképp képvisel. Én vagyok a messiás, és én olyat teszek, amit az ember nem tud megtenni, de én azért jöttem, hogy én ezt megtegyem helyette. Tudjátok, a kegyelem az teljesen felszabadított az Zákeust. A vallásosság ezt a drága ifjút is terhekkel és nagyon komoly fájdalmakkal terhelte. Bizonytalan volt, és az a sok jó dolog, amit tett, az igazából üres volt. A szívében semmiféle öröm, semmiféle megnyugvás, semmiféle bizonyosság nem volt. És Isten ezt akarja mindannyiunk életébe véghez vinni. Ő azt mondja rólunk, hogy mi is bajnokok vagyunk. Azt mondja rólunk, hogy mi is olyanok vagyunk, akik egyszerű közönséges emberek, de ha őrá figyelünk, akkor minden teljesen más lesz az életünkben. Ő az, aki ki akarja belülünk hozni azt a győztes mentalitást, amit mi magunkból nem tudunk kihozni. Ki akarja hozni belülünk azt, amiről talán már mi se gondoljuk, hogy lehetséges. Mert mi is hordozunk olyan terheket, amiket nem tudunk elhordozni. Mi is hordozunk olyan élményeket, amik csak fájdalmasak, és bizonytalanság és szégyen vesz minket körül. És egy csomó olyan rejtett dolgunk van, amit senki előtt nem akarunk és nem merünk fölvállalni. És ott van bennünk a meddőség és az a fájdalom, hogy élünk egy életet, de ez nem az az élet, amit a bajnokok élnek. Nincs meg annak az öröme és az ünnepe. És van egy példa a Bibliában. Egy hölgyről szól, aki 12 éven keresztül beteg volt. És a 12-es szám az jelzi az Izrael 12 törzsét, az apostolok 12 számát, de jelzi a 12 hónapot is. Mindenképpen egy teljességet jelez, hogy ez a 12 év az ő egész életére is vonatkozhat. És az a betegség, ami az ő betegsége volt, az egy olyan betegség volt, amit elrejtett, és az elrejtett betegség ez őt nyomorékká tette. És egy nőről beszélünk, és egy vérfolyása volt, és emiatt nem lehetett gyerekese. Egy olyan életet élt, ami pont a nőiességétől vonta el az ő örömét. És ott volt. És nem volt megoldás. És azt mondja, hogy sokat költött orvosokra, és csak még jobban szenvedett. Szembesült azzal, hogy csak szenvedés, és fájdalom, és vesztesség van az életemben. Hogy nincs semmi ebben a rendszerben, ami engem meggyógyítana, felszabadítana, és élvezném. Hogy nem kell szégyellem és állarcokat hordoznom. És a törvény meg is tiltotta neki, hogy emberek közé menjen. Nem, hogy egy rabbihoz hozzáéljen, hogy emberek közé menjen, és nem akarta, hogy megtudják, hogy neki mi a baja. De azt mondta, hogy ha csak hozzáérek, ha csak a ruhája szegélyhez hozzáérek, ő meggyógyít. Nem azért, mert tettem valamit. Nem azért, mert elég jó vagyok. Nem azért, mert tudom magam igazolni. Hanem azért, mert ő más, mint amilyenek más gondol. Ő bátorít, vigasztal is, és szeret. Ő azt látja bennem, hogy én egy hős vagyok, egy bajnok vagyok. És amikor Jézus hozzáért Jézushoz ez a hölgy, Jézus megfordult, és azt mondta, hogy ki érintett meg. Ki volt az, aki hozzám ért? Mert érezte, hogy erő árad ki belőle. Isten kegyelmének az ereje kiárad Jézusba. A természet fölötti gyógyítás, a feltétel nélküli ajándék, amiért nem tett ő sem semmit, csak szükségét hozta el, és elfogadta ezt, hitáltal. És amikor Jézus megfordult, ott volt a nő, és félt, és rettegett, és elmondta az egész történetét. És Jézus azt mondta, hogy megtartottad a hited. És egy tömegben volt. És Jézus az egész tömeget lenullázta, és csak ez a nő számított. És csak azt számított, hogy ő ott van. És a kegyelem az ilyen, hogy fontos neki az is, aki a legkisebb, aki a legnagyobb nyomorban van. Ő a legfontosabb. És azt mondta, hogy meggyógyultam.
új kezdet van. Valami egészen újnak az első lépését tetted. Hogy én vagyok az, aki téged felszabadítanak arra, hogy termékeny legyen, hogy őszinte legyél, hogy örüljél. És emlékezz meg arról, hogy honnan indultál, emlékezz meg arra, hogy ma hol vagy, és ezen keresztül pedig éld a hónapot. Szóval menj el, és éljél úgy, ahogy egy szabad ember élhet, aki már nem a bűnök fogságában él, nem a terhek hordása alatt él, hanem Isten érintésével felszabadulva és gazdagon. Mondanék egy személyes történetet, és utána befejezzük a mai estét. A személyes történet, ezt egy páran tudják rólam, de most megragadom az alkalmat, hogy egy kicsit több ember tudja. Ez a következő. Olyan 2 éve volt. Éppen missziós úton voltam Romániában. És feküdtem egy ágyban. És akkor kaptam egy képet. Saját magamról is. És sok-sok emberről, akik az egyháznak a része. És ez az volt, hogy olyan voltam, mint akinek a bőre alatt sok-sok mázsa súly lett volna, és így össze voltam görnyedve. És nem bírtam menni. Olyan voltam, mint egy brazíliai bányász, aki a Mikulás csomagot hordozza. Így mentem. És mondom, mi ez a súly? És azt mondja, ez az, aminek meg akarsz felelni. Ez az, ami elvárás feléd. Ez azok a dolgok, amiket mondják, hogy csináljál meg. És nem tud megcsinálni, és annyira nehéz, hogy nem tud elhordozni. És ez volt nagyon feltűnő, hogy a földet néztem. Mert olyan nehéz volt, hogy csak lenéztem. És be volt hajolva a derekam, és nagyon kellemetlen volt. És a bőröm alatt volt. Mert azt gondoltam, hogy ez a természetes. Hogy ha keresztény lettem, akkor így kell élnem. Hogy ilyen terheket kell vinnem. És hogy körülnéztem, a többi ember is körülöttem milyen terheket vitt. És ugyanúgy szomorú volt. És ugyanúgy a földet nézte. És akkor az Úr azt mondta, hogy akkor most csinálok valamit. És levette ezeket a terheket, mintha benyúlt volna a bőröm alá. És hogy levette ezeket, csak azt vettem észre, hogy magamtól elkezdek felegyenesedni. És azt mondom, húha, ilyen magas vagyok. És elkezdtem nézni ezeket. És azt mondom, hogy most már látlak téged. És elkezdtem élvezni azt a szabadságot. Hogy már nem kell megfelelnem, mert neki megfeleltem. Hogy nem a terheket kell hordozom, hogy majd az igazol engem, hanem csak hinnem kell abban, hogy ő elvégezte, és hogy ő odaadta ajándékként. És csak el kell fogadnom. És innentől lehet őszinte. Nem kell takargatnod magad. Nem kell félned. Nem kell más véleményekre hallgatnod, hanem csak rám, aki úgy néz rád, hogy te egy bajnok vagy. Úgy néz rád, hogy te az vagy, aki egy hétköznapi ember, de természetfölti dolgokat tud megvalósítani. És azóta eltölt eltelt egy-két év, a mai napig az a szenvedélyem, hogy bemutassam Istent úgy, mint aki leveszi a terheiteket, hogy nem kell ezt hordozni, és nem kell szégyenlősnek lenni, és nem kell a cselekedeteinket magunk előtt mutogatni, hogy az megfelelő lesz Istennek. Nem. Ő az, aki feltétel nélkül szeret. Ő az, aki akkor is a legjobbat adja, amikor mi nem érdemeljük meg. Ő az, aki betöltötte azt a törvényt, ami egy kicsi mindig hiányzik a mi számunkra, azért, hogy ajándékképpen odaadhasson nekünk. Ő az, aki magára vette a mi terheinket, és aki elhívott minket, hogy bajnokként éljünk. Mert amikor mi fölismerjük, és amikor egyre inkább elfogadjuk, hogy van valaki, aki minket úgy lát, mint egy győztest, akkor elkezdünk úgy élni, úgy gondolkodni, úgy viszonyulni, mint egy bajnok. És Krisztusban mi sokkal többek vagyunk, mint győztesek. Nekem a győztes szó is elég, nem tudom, milyen sokkal több. De befejezném a tanítást, jó? Mert a vérfolyásos asszonynak a példájában megjelenik beleszőve egy másik kép is. Ugyanis ahogy
meggyógyult ez a vérfolyásos asszony, már egyből egy másik szükség jelenik meg. És ez a másik szükség egy gyülekezeti előjárónak a kislánya, aki meghalt, aki ugyancsak 12 éves volt, és az is a teljességet jelöli. És oda mennek Jézushoz, és mondják, hogy gyere, segítsél. De egy halálos betegről beszélünk. Nincs esély arra, hogy ő életre keljen. És Jézus pedig oda megy, és csak 3 tanítványt visz magával. És amikor megérkezik, akkor kinevetik őket. Akkor azt mondják, hogy meghalt, mert mit akarsz itt most őszint, messiás, menjél már vissza, miért jöttél. Kinevetik. Hitetlenek voltak, de bementek a szobába, ahol csak a kislány volt. És Jézus imádkozott, és a kislány életre kelt. És mindenki elcsodálkozott. És ez egy másik része az egyháznak. Az egyik része az, amelyik szégyeli magát. Az, amelyik a törvényeknek az átka alatt él. Az, amelyiknek nincs szabadsága, nincs ereje, nincs gyümölcse, nincsen élete. A másik az, ami még halott. És csak akkor tud föltámadni, ha az első meggyógyul. Előbb meg akarja gyógyítani azokat az Úr, akik ezekben a terhekben szenvednek. Hogy az új generációban, egy teljességben a feltámadás ereje megvalósuljon. És én azt gondolom, hogy olyan időket élünk, ahol egyre több mindent megértünk abból, hogy az Úr milyen jó. Hogy mit jelent ez a szó, hogy ő kegyelmes. Hogy mit jelent az, hogy ő szeret feltétel nélkül. Hogy mit jelent ez, hogy ő töltötte be azt a törvényt, amit nekünk kellett volna, hogy mindazt, ami a mi átkunk lett volna, azt magára vegye. Hogy mi ma már az ő benne való ajándékképpen csak elfogadjuk az ő gyönyörűségét és gyógyítását és helyreállítását. Mert ez a helyreállítás, amiről ma beszéltem, ez 3 szintet is érintett. Érintette a fizikai gyógyulás szintjét. Érintette azt, ami a vérfolyásos asszonynak a legnagyobb szüksége volt. De érintett lelki szükségeket is, akár mind a két példában. És érintett fizikai, szellemi és teljes szükségeket. Mert ugye Zákeusnak nem az volt a szüksége, hogy nincs elég pénze. Neki az volt a szüksége, hogy nincs reménye. A vérfolyásos asszonynak már semmilyen nem volt. De neki sokkal fontosabb volt, hogy egészséges legyen, mint hogy milliómos. És azt gondolom, hogy ebben az évben nem csak mi nálunk, hanem az egész nemzetben, sok helyen, falukban, városokban az Úr egy új munkában akar megdicsőlni. És azt szeretné, ha mi terhek nélkül fel egyenesedve ünnepelnénk őt, aki minket is megérintett. És az az én bátorításom a mai napra, és megkérem a dicsőítőket, hogy jöjjenek fel. Jim Valvanohoz visszatérnék a végén, jó? Azt a nevet írjátok be, nézzétek meg. Óriási a fickó. Olyan motivációs tréner lett utána, hogy az kész. Azt mondta, hogy az én apám legnagyobb ajándéka az volt, hogy hitt bennem, amikor a legbénább voltam. Jézus Krisztus hisz bennünk ma is, meg akkor is, amikor a legbénábbak vagyunk, ha ez ma van, akkor ugyanúgy. Ő ugyanúgy néz ránk. Az ő bőröngyesbe van pakolva, hogy a döntőbe ott legyen nálunk, velünk. Ő velünk akar ünnepelni. Ő azt mondja, hogy legyenek álmaid, éljél szenvedélyesen, gondolkozzál arról, hogy ki vagy, éld meg a napokat, örülj a mának, örülj mindennek, ami körülvesz, és értékeld, amit eddig kaptál, hogy ma már nem az vagy, aki voltál 5 éve, hogy egy úton vagy, hogy növekedtél az út alatt, és ez is az ő kegyelme. De ne felejtsd el, hogy ma lehet egy új kezdet. Ez az év lehet egy új kezdet. Amikor véget ér a saját próbálkozásod. Amikor a törvény cselekedetei szerint akarsz igazodni Istenhez. Véget ér az is, hogy szégyenkezned kell. Hogy a betegséged, a szükséged elrejtésében te csak vesztes vagy. Isten ma úgy néz rád, mint egy bajnokra, és a bajnokok a szívük szerint azok. És fogadd el azt, hogy ez az év a győztesek éve, és a döntőbe hozza a bőröndöt.
Imádkozunk egyet, és dicsérjük őt. Jó? Amúgy meg sziasztok. Édesatyám, köszönöm, hogy te győztes Isten vagy, és a te győzelmedben minket is győztesekként nézel, és így nevelsz. Köszönöm azt a hihetetlen bátorítást, amit te szólsz hozzánk, hogy közönséges, egyszerű, hétköznapi emberekből te kihozod a maximumot, hogy csodákat teszel mindannyiunkkal. Köszönöm, Uram, hogy mi figyelhetünk erre a hangra, és akkor megváltozik minden. És nem számít, hogy ki mit gondol, az számít, hogy te közel jöttél hozzánk, és mi megérinthetünk téged. És Uram, te ismered mindannyiunk szívét, ismered ezt a sok-sok próbálkozást, amit bemutattunk eddig, és ismered ezt a sok vérzést és fájdalmat, amit elrejtettünk. Arra kérlek, hogy járjál közöttünk szét, és mindannyiunk felé szolgáljál, és mindenkinek vedd le a terheit, és emeld föl őket, hogy lássanak téged, és ha tudják elfogadni, hogy ők bajnokok, és a szívük erősödjön meg abban a hitben, hogy te hiszel bennük. Jézus drága nevében. Amen. Amen. Meggyógyítod, aki szenved, mennyei erővel, a fájdalmas lelkünk betöltöd örömmel. Úr Jézus, életem fölött véd teljes uralmát, hogy választotthoz méltó várjam nagy napodat. Uram, éhezem igazságodat, szomjazom szent szellemet, tüzét. Jézus, töltsd tele lámpásomat, hadd világítson még visszatér. Szellem, erősíts meg, tisztíts meg szívemet, hogy mindig veled járjon, adj még több kegyelmet, hogy hűséggel harcoljam meg a hit nemes harcát, s az út végén meglássam az én Uram arcát. Igazságodat, szomjazom szent szellemet tüzét. Jézus, töltsd tele lámpásomat, hadd világítson még visszatérés. Uram, szomjazom szent szellemet tüzét. Jézus, töltsd tele lámpásomat, hadd világítson még visszatér. Meggyógyítod, aki szenved, mennyei erővel, s a fájdalmas lelkünk betöltöd örömmel. Úr Jézus, életem fölött véd teljes uralmát, hogy választotthoz méltó várjam napodat.
Uram, érzem igazságodat, szomjazom Szent Szellemet tüzén. Jézus, tölts tele lámpásomat, hadd világítson még visszatérés. Uram, érzem igazságodat, szomjazom Szent Szellemet tüzén. Jézus, tölts tele lámpásomat, hadd világítson még visszatér. Hadd világítson még visszatér. Hadd világítson még visszatér. Segíts engem, lebonyolod.
leboruló lábadhoz, leboruló lábadhoz, és imádlak Jézus. Leborulok lábadhoz, énekelj. Önként adtál oda minden életedet a kereszten. Mi nagy szeretet, mit adott nekünk, ami vágyam,
arcod láthassa, ismerni mi jó van. Gyorsan lépe, gyorsan lépe, hátra nem nézel. Jutalom az ígéhez. Futok egyre, az akadályt mind félreteszem. Célom csak ehhez, megismerni téged. Uram, a vágyam, hogy hangot hallhassam, ismerni még jobban. Lelkem úgy vágya, hogy arcod láthass, ismerni még jobban. Uram, a vágyam, hogy hangot hallhassam, ismerni még jobban. Lelkem úgy vágya, hogy arcod láthassam, ismerni még jobban. Mennyi atyám, annyira hálás vagyok azért, hogy egy olyan edzőnk lehet, aki bajnokot akar belülünk faragni, Uram, és te látod azt, hogy milyen potenciál van bennünk, Uram, és én arra kérlek, hogy segíts elhinni azt, hogy veled minden lehetséges, Uram, és áld meg a jövő hetünket, a tened nevedben, amen. Ennyi volt a vasárnap este most. Jövő héten Tallér András fog zenélni, éppen és egészségesen megjavult, és ugyanúgy Ceglédi Szilárd fog tanítani, és ez már február lesz, úgyhogy ez volt a január utolsó alkalma, úgyhogy legyen áldott hetetek, és sziasztok!